És most egészen messzire fogunk látogatni, Indonéziába fogunk egy kicsit körbe tekinteni. Itt van már velünk a stúdióban Marcel Gie, Verbita szerzetes, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki, amen. Ugye Marcel atya Indonéziából származik. Hogyan van jelen ott a szűzanya tisztelete? Hogyan élik meg ott az emberek, a hívek a mindennapokban? Indonéziában a katolikus embereknek nagy a tisztelete szűzanya iránt, különösen Flores szigeten, ahol a rokonaim élnek, ott nagyon nagy a szűzanya tiszteletére, tehát imádkoznak a rozsafűzért, a szűzanya kegyhelyére mennek csoportonként vagy a családonként. Ezen kívül a szűzanya honában, tehát a májusban és októberben imádkoznak a rozsafűzért, nem csak a templomban, hanem házról házra. Tehát nálunk a plebánia sok közösségből áll. Egy közösség körülbelül 25-30 családból áll, tehát ha amikor Mária honában van, akkor imádkozom házról házra, pont egy család fogadja a vendégeket, tehát egy-egy este ilyen imádság a házban. De sokan szokták menni az imára, néha nem fér egy házba, akkor a házon kívül is. Hát 25 család azért, az sok emberből áll. Igen, szokták kitenni a székeket a házon kívül, mert nálunk nincs tél, nincs hideg, nincs probléma ilyen értelemben. Tehát ott imádkoznak. És nem csak a fölnőttek, hanem a gyerekek is szokták menni ilyen imára. Én amikor gyerek voltam is, én jártam ilyen imára, édesanyámmal. De egy gyerek néha 5-6-7 éves gyerek mennek ilyen imára, nem az ima miatt, hanem az ima után. Mert általában ezekben az imákban a végén, amikor befejezte az imádságot, az emberek nem rögtön hazamennek, hanem ott maradnak, beszélgetnek, és közben isnak teát, kávét, süteményeket. Amit mondtam, a gyerekek néha azért mennek. Szerintem, legalább amikor gyerek voltam, néha mi vártuk, amikor lesz vége ez az ima, hogy kapjunk süteményeket ilyen értelemben. Hát akkor ez talán a gyerekeknek a lényege, hogy utána ott többi gyerekkel, barátokkal lehessenek. És igen, érdekes, hogy Mászor atya is azt mondta, hogy az édesanyjával ment. Itthon, amikor beszélgetünk a szűzanya tiszteletéről, mindig valahogy az látszik, hogy az édesanyák és a nagymamák tanítják meg a gyerekeknek mondjuk ezeket az imádságokat, vagy a rózsafűzér imádságot, és akkor ez Indonéziában jó pár ezer kilométerre tőlünk ugyanígy van. Igen, ugyanígy hasonlít, tehát édesanyja vagy nagymama, tehát ők szánják több időt erre, tehát a gyerekeket tanítják az imádságot. Tehát vannak ott például zarándok helyek, ahova mondjuk a szűzanya tiszteletére érkeznek? Igen, vannak, de nem olyan, mint itt Európában vagy Dél-Amerikában, ahol a szűzanyának a jelenése miatt, hanem van olyan helyi, jó, szép hely, ott az emberek vagy a hívek csinálják egy szűzanya barlangja, és ott oda mennek imádkozni a szűzanya szobor előtt. Tehát ott is akkor jelen vannak ezek a zarándoklatok. Itt egy Verbita missziós naptárat tartok a kezemben, ez még a 2018-as, és érdekes, hogy a világ különböző kegyhelyei, kegyképei vannak benne, és itt különböző nyelveken az Üdvözlégy Mária imádságot olvashatjuk. Verbitaként hogyan van jelen az önök életében a szűzanya tisztelete, vagy a rendben, akkor ez gondolom különös helyet kapott. Nekünk verbitáknak, mint minden katolikus embernek, nagyon fontos szűzanyának a szerepe az életünkben, társaságunkban, vagy a küldetésünkben. Tehát tőle számíthatunk a segítségét, az imádságát, a támogatást. Az alapító atyánk, Jansen Szent Arnold, ő nem csak verbitákat alapította meg, hanem még két női ágot, tehát a Szentlélek szolgálói nővéreket és Szentlélek szolgálói örökimádó nővéreket. Tehát ő maga
Tehát nagyon nagy volt a tisztelete Szűz anya iránt. És mindhárom társaságot pont a Szűz anya ünnepén alapította meg. Tehát a szeptember 8-án alapította meg a verbitákat, és utána a Szentlélek szolgálói nővéreket és a Szentlélek szolgálói örökimádó nővéreket pedig a december 8-án az a Szűz anya szeplőtelen fogantatása. Ilyen értelemben, hogy az alapító atyánk azt akarta, hogy mi, mint verbiták, hogy tiszteljük Szűz anyát, és kérjük a segítségét. Igen, egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy végül is az ő oltalmába is ajánlja akkor így ezáltal, már mint a kiválasztott napok által a rendet, vagy ugye az alapított rendeket. Igen, az ő lelkisége alapján rendelte, hogy az egyik társaságunknak a fő ünnepe, ez a gyümölcsoltók boldog asszony, ez március 25-e, ez pont a társaságunkban névadó. Tehát az a ige megtestesülésének a híruladása, ünnepe. Tehát ezekkel azt akartam, amit már mondtam, a alapító atyánk, hogy igen, nagyon fontos a Szűz anya a mi missziónkban, a mi küldetésünkben. A misszióban hogyan segít a Szűz anya, vagy Mászter atyának az életében, hogyha visszatekint, amikor például megérkezett ide Magyarországra, akkor hogyan segített, vagy akár a hivatása megtalálásában a Szűz anya? Szűz anya, mint egy anya, tehát a Jézusnak anya, mi édesanyánk, és tényleg bármikor fordulhatunk, vagy én is fordulhatok hozzá, tehát én éreztem, tapasztalom, hogy igen, Szűz anya velünk van, vagy velem van, segített, tehát, vagy segít nekem sok mindenben. Amikor ide került Magyarországra, nem tudom, hogy mióta él itt Mászter atya, mikor érkezett ide? 2003-ban érkeztem, már majdnem 15 éve. 11 éve vagyok itt Magyarországon, mert tavaly Manilában voltam egy évig. Tehát, és itt Magyarországon alakult a társaságunkban sok missziós imácsoport, missziós imáközösség sok helyen itt Magyarországon, és ezekben a imácsoportban is imádkoznak a rozsafűzért, van a missziós rozsafűzért, ezek különböző kontinensekért imádkoznak, vagy imádkozunk. Igen, és össze lehet egyáltalán hasonlítani, hogy mondjuk mennyire más az egyház Indonéziában, mint mondjuk itt Magyarországon? Vagy hogy nem tudom, akár mondjuk a Mária tiszteletet, de hát itt azért sok kapocs van, amiket elmondtunk már eddig is. Hát a Mária tiszteletek, láttam, itt is nagyon nagy a Szűz anya tiszteletére. Nem csoda, mert Szent István király 1000 évvel ezelőtt már felajánlotta ezt az országot Szűz anyának. Tehát azért Mária országnak mondhatunk. Tehát nálunk Indonéziában, amit már meséltem ezelőtt, ezen kívül nálunk, ha például, amikor esküvője van, a templomban van, és nem csak a szertartáson, általában majdnem minden esküvő a Nász misze keretében van. És általában a misze végén áldás előtt ez a ifjú pár, tehát énekelve indulnak a Szűz anya szobor felé, és ott meggyűjtják a gyertyákat, és utána imádkoznak, felajánlják az életüket, a családjukat Szűz anyának, és utána énekelve visszamennek a helyükre. Tehát azért van ilyen, tehát nálunk csak a párokat felajánljuk magukat ilyen értelemben, de itt Magyarországon Szent István király már felajánlotta. De ez milyen, milyen szép szokás, ezt azért el lehetne tanulni például, és mi a helyzet a gyerekekkel? Náluk is mondjuk jelen van? Vagy úgy említette, hogy mennek mindig a családok együtt imádkozni, de ott nem tudom, hogy például a Mária név az jelen van, vagy elterjed? Igen, Mária név jelen van, sok-sok-sok embernek a neve Mária. És a gyerekek, amit már mondtam, általában a családokkal, tehát akár a templomban, vagy a ilyen imá, amit már meséltem, a Mária honában, általában a családokkal, tehát vagy édesanyjával, édesapával, mindegy.
Nagyon szépen köszönöm, Mászter Atya, hogy eljött hozzánk, és hogy beszélgethettünk egy kicsit. Én csak zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon szeretem ezt a Verbita naptárat. További áldott szolgálatot kívánunk. Köszönöm szépen, nagyon szívesen.